Start. Elsőre itt is jó a start, ez a nap hatodik futama, az apanásdíj. Jobban kezd Compact Boy, mint Sikós, annál is inkább, mert Sikós elugorja magát rögtön az indítás követően, és nem nagyon sikerül őt letenni, úgyhogy kieshet a versenyből. Kelvin sem kezdett valami erősen, de Sikós már maga mögé tudta. Compact Boy így elmegy vezetni, Devotednek is gondjai vannak Csordás Emillel, ő is galopozik a startot követően. Meglepő módon, tehát ő is kiszáll. Hárman így viszont nagyon-nagyon megszöknek. Compact Boyról van szó, Diana Gul és Zero Di Jezolo, ők hárman. Hát könnyen lehet, akár el is döntik egymás között ezt a versenyt. Brilliáns BD van ott mögöttük a negyedik helyen, és hát úgy fest, hogy Kelvin még az, aki ugye egyáltalán versenyben van. A másik kettő ló hibázott. Szétesett teljesen ez a relatíve kismezőny, és az első számú favorit Compact Boy fazekassal diktálja továbbra is a tempót. Diana Gullal szemben, akinek a kocsiában Tencer Tamásnak akár a napi mester álmas is összejöhet egy újabb győzelemmel. Zero Di Jezolo van hozzájuk közel, nagyjából egy-két hossznyira, de Csikósti Devotedet menet közben diszkvalifikálták. Nagyon messzi negyedik Brilliáns BD, illetőleg a startnál bizonytalankodó Calvin az, aki zárja a még versenyben lévő fogatók sorát, ugyanakkor nagyon jelentős utóbbi kettőnek a hátránya. Ami azért illeti Compact Boy vezet, Compact Boy járja a maga tempóját, mögötte ott van Diana Gull, illetőleg Zero Di Jezolo. Nagyon elköszöntek a távoli negyediktől, Brilliáns BD-től, akkor, amikor az istálló egyenesre fordult rá a mezőny. Nincsen még változás, tehát senki nem indít támadást. Gyakorlatilag várnak vélhetően az utolsó kanyarig, akkor esetleg, hogyha lesz valakiben elég szufla, akkor meg tudja támadni az élen ügető, nagyon frissen ügető Compact Boyt. Compact Boy előnye nagyjából egy két-két és fél hosszra tehető Diana Gull-el szemben, aztán pedig Zero Di Jezolót láthatjuk. Továbbra sincsen tehát változás, érkeznek az utolsó kanyarra, és az élen még mindig az éről forduló Compact Boy. Nincs változás Libasorban az első három, Compact Boy, Diana Gull, Zero Di Jezolo sorrendben jönnek tovább, és legalább 20-25 méterre tőlük Brilliáns BD. Diana Gull most megpróbálja megtámadni a vezető favoritot az utolsó 250 kezdetén, és Zero Di Jezolo sincs igazán messze tőlük, de Compact Boy egyelőre azért ezt a jó másfél-két osztos előnyét tartja a 4 éves kancával Diana Gull-al szemben, sőt a befutóban ütők, hogy Compact Boy könnyedén meghúz 100-nál, úgy fest, hogy elkönyvelhetjük, ebből favorit győzelem lesz az apanásdíjban végigvezetve. Compact Boy a nyerő fazek a Simrével, mögötte Diana Gull lesz majd a második, Zero Di Jezolo pedig a harmadik, nem volt egy különösebben izgalmas verseny. Brilliáns BD megérkezik a negyedik helyre, ötödik lesz majd a végén Kelvin.